Ha bajba jutnak a vizen, motorgondjai vannak, a vízirendészetre mindig számíthatnak. Megérkezett a segítség. De akik nem tartják be a szabályokat, nagyon gyorsan mennek. Azok nem látják szívesen a rendőröket. Stop! Ne szórakozz! Ma este a Veszélyes vizeken műsorában csapnak le a szabálysértőkre. Ott van két jetski. Több mint 8-al mennek. Egy drámai mentőakció során sikerül megelőzni a tragédiát. Szépen, lassan! Egy férfi méltósága is veszélybe kerül egy nyilvános medencében. Ez közterület, itt nem lehet meztelen. Veszélyes vizeken. A sebesség szerelmesei a vízen is megtalálják a számításukat, amíg túl messzire nem mennek. Csak természetesen! Jetski. Ma azonban sokkal több gondot okoznak a rendőröknek, mint korábban. Wellington kikötői rádió, 16-os állomás. Bejelentést kaptak két jetskiről, akik túl gyorsan mennek a Lambton kikötőben. A két gyorshajtó veszélyt jelent a kikötő biztonságára, de még nem jutottak messze. Ott van a két jetski. Elég gyorsak. Több mint 8-al mennek. Úgy tűnik, megállnak. Nem szívesen kergettem volna őket a kikötőben. Hello! Hogy van? Hogy vannak? Maguk voltak a kikötő elején? Igen. Pár hajótól bejelentést kaptunk, hogy veszélyeztették őket. Mivel? Túl gyorsan mentek. Igen? Igen. Nem mentünk gyorsan. Nagyon lassan mentünk. Meg tudnak állni? Nem tudunk. Nem tudnak? Mióta van meg a jetski? Ez az első napunk. Akkor még kezdők. Igen. Jól van. Az úr még kezdő, de a beszélgetés kezd egyre frusztrálóbb lenni. Azt mondja, nem tud itt megállni? Nem, mert maguknak fogok menni. Nem fog nekünk jönni. Rendben. Jól van. Ismeri, milyen szabályok vonatkoznak a kikötő közlekedésre? Mi a sebességhatár? 5-8 csomó. 5-8 csomó? Igen. Többen azt mondták, hogy veszélyeztették a kajakosokat. Mi nem? Nem. Mi nem? Oké. Annál ügyesebbek voltunk. Van valamilyen kommunikációs eszközük? Hogy hívnak segítséget, ha baj van? Van egy telefonunk, ezzel hívunk segítséget. Kit? Titeket. Van még mit tanulniuk, de mivel nem jelentenek veszélyt, a rendőrök elengedik őket. Figyeljenek oda, hogy ne lépjék túl a sebességhatárt, ne üssenek el senkit, és ne okozzanak balesetet. Legyen szép napjuk! Tartsák be a szabályokat! Rendben! Tanulják is meg őket! Rendben! Felvisszük őket a rendszerbe, és ha megint találkozunk velük, akkor kapnak egy figyelmeztetést. A kikötő másik oldalán. Pete beszélt a bejelentővel. Nagyon gyorsan mennek. Egyre több bejelentés érkezik a gyorshajtókról. Jött még egy bejelentés. Mennyivel mennek? Nagyon gyorsan, oké. Egy kis csónak és egy jetski versenyeznek. Túl közel jönnek a parthoz. Az elkövetőket nagyon gyorsan kézre kerítik. Egy jetski van a traileren. Ott vannak. Megvannak. Stu megtalálta őket. Megkezdődik a kihallgatás, de a fiúk szerint ők semmi rosszat nem tettek. Két bejelentést is kaptunk. Mindketten ugyanarról számoltak be. Ezért beszélünk velük, hogy kiderítsük, mi történt. Szóval... Biztos vagyok benne, hogy mi nem. Na jó, rendben. A trailerről még csöpögött a víz. Biztos, hogy most jöttek ki a vízből. Ki a tulaj? Én vagyok. A tied? Van engedélyed? Nincs. Pedig kellene. Igen? Igen, kellene.
Azt nem tudják bizonyítani, hogy ők versenyeztek a kikötőben, de még nem szabadulnak. Szép munka, rendben. Úgy tűnik, a fiúk nem találják az engedélyeket. Ráadásul három járművet is szállítanak. Ilyenkor már egy külön engedélyre lenne szükség. Nagyon örültünk. Szép délután. Igen, ez biztos. Rendben. Szerintem idén nyáron még találkozunk. Miután beszéltek a rendőrökkel, a fiatalok összepakolnak, és megigényeltek minden engedélyt. Picton kikötői rádió, itt a Lady Elizabeth. De nem csak a szabályszegők miatt van sok dolga a rendőröknek. Motorgondjuk van? Vége? Bejelentettek egy jetskit, amin túl sokan vannak, és nem is indul be. Így négy ember került veszélybe. Hol vagytok? Vége? 15:10-kor érkezünk meg. A baleset elég messze történt, így a rendőrök nem tudják, mire számíthatnak. Most megy. Megy. Esküszöm, hogy egy másfél órája még nem ment. Akkor akartunk megkeresni titeket. Pont ez jutott eszembe, hogy milyen ciki lesz, ha beindul. Van elég üzemanyagotok? Igen, megráztam, tele van. Miért vagytok rajta négyen? Hárman indultunk el, de végül felvettünk még valakit. Felvesszük őket, megyünk. Négyen nem mehet. Értem, de nem akartunk megint bajt okozni, meg akartuk oldani. Nem tudtok négyet vinni, segítünk. Nem szeretnénk, ha megint elakadnának. Ezért mi felvesszük az ott maradtakat, és bevisszük őket Waikawa Baybe. Honnan jöttél? Svájcból. Igen. A fiatalok nem tudták, hogy egy jetskin csak két ember utazhat. A mentés megakasztotta ugyan a közlekedést a kikötőben, de szerencsés véget ért. Később találkozunk. Viszlát! Szép napot! Wellingtonban Richard Kennedy és csapata egy kikötőben bajba jutott hajó segítségére siet. Jó napot, uram! A hajó a Somes Island közelében akadt el. Nagyjából 6 perc múlva megérkezünk. A sziget felé egy újabb hívást kapnak. Egy komp ment el mellettük, és a komp okozta hullámok miatt bajba kerültek. Rendben, látunk, hamarosan odaérünk. A hajó túlélte ugyan a komp okozta hullámokat, de a legforgalmasabb vízi útvonalra sodródott. Megérkezett a segítség! Hogy vannak? Mi történt? Odébb szerettünk volna menni, hogy a kompnak ne legyünk útban. Értem. Szerettünk volna nyugodtabb vizekre elvezni. De ahogy beindítottam, kiment a biztosíték. Úgy látom, mindent megtettek. A vészhelyállító sem segített? Nem, pedig én mérnök vagyok. Ellenőrizték az üzemanyagot is? Nincs tartalék biztosíték? Van, de a szolenoid. Értem. Jól van. Adjanak pár percet. Elővesszük a vontatókötelet és kihúzzuk önöket. Addig meg húzzák fel a horgonyt. A rendőrség igyekszik minél gyorsabban elvontatni a hajót, hogy ne legyen a visszatérő komp útjában. Vigyázzon, nem szeretnénk, ha beesne. Oké. Szép munka. Meg is vagyunk. Biztosítottuk a hajót, készen állunk. Nem kell ugyan messzire mennünk, de ha nem igyekszünk, akkor még nagyobb bajba kerülhetünk a forgalom miatt. Úgyhogy hajrá! A mentőakciónak köszönhetően a partra visszatérő hajósokat igazi nézőközönség fogadja. Talán. Benne leszünk a tévében. Mindez egy nap alatt. A csapatnak azonban ismét vízre kell szállnia, egy másik bajba jutott hajó miatt, aminek egy másik hajó már elkezdett segíteni a Wellingtoni kikötőben. Két hajó van ott. A hajó motorja tönkrement, ezért a másik hajó segíteni akart neki, de most mindketten veszélyben vannak. Egy másik hajó, a Prime Mover kezdte elvontatni a bajba jutott hajót. De a hajó túl nehéz nekik, ezért segítséget kértek.
Andrew Gobden Cox kikötőmester és csapata segít a bajba jutottaknak. Ellenőrizzük, hogy milyen állapotban vannak a hajók. Utána el kellene majd vágnia a vontatókötelet. És ha ez megtörtént, akkor majd mi vesszük át a vontatást. A három hajó mindegyike több mint 2000 kg. A rendőrség nem szeretné, ha összeütköznének. Ha készen álltok elengedni a kötelet, akkor álljatok a fellow sea elé, és adjátok át. Vettem, pozícióba állunk, és átadjuk a kötelet. Indulunk, készen álltok? Rendben. Jön a kötél, rögzítsétek! De a helyzet ennél bonyolultabb. Könnyen kiszakadhat. Nem tudod máshová erősíteni? Egyszer már vontattak minket, akkor is ide rögzítettük. A rendőrségnek nagyon óvatosan kell eljárnia. Ráadásul a hullámok egyre erősödnek. Amikor egy ilyen hajót kell vontatnunk a kikötőben, akkor megvan az esélye annak, hogy a kötél becsúszik a hajó alá, és feltekeri a propeller. Nem szeretnénk, ha a kötelet feltekerni a propeller. Ki kellene feszíteni? Rendben van, beszélek a kapitánnyal. Gyorsabban kell menned, teljesen lóg a vízben. A vontatókötélnek rövidebbnek kell lennie. Jól van, lassan. Lassan. De ez még nem elég ahhoz, hogy ki tudják vontatni. Szeretnénk átvinni a szoroson, el egészen a Barrett's Reef aljáig, majd át a Lowry Bay-en. Onnan indultatok, igaz? Vége. Jól hangzik, köszönjük Lady Elizabeth négy, vége. De ennek az útvonalnak megvannak a maga veszélyei. Big ones. Az a baj, hogy ezen az útvonalon nagyon sok hajó közlekedik. Igen. Az egyre gyengülő napfényben a rendőröknek igyekezniük kell a sűrű hajóforgalomban. Felószi vétel, itt a Lady Elizabeth 4 a hatoson. Ide jössz mellé? Kell valaki, aki elengedi a kötelet? Nagyon jó, hogy a kis hajót is tudjuk használni. Mert két ekkora hajó egymás mellett nagyon veszélyes lenne. A mentőakció összesen 5 órát vett igénybe, holott az út mindössze 2 óra lett volna. Hamarosan beérnek a kikötőbe, de addig sem mehetnek túl gyorsan, nehogy balesetet szenvedjenek. Egy kicsit gyorsabban megyünk, miután lehagytuk a tankert. Utána lassítanunk kell, hogy el tudják engedni a kötelet. Végül az akció teljes sikerrel zárult. A kis hajó nagyon sokat segített nekünk. Így végül sikerült a mentő akció. A Nemzeti Búváregységet nagyon sok veszélyes feladathoz riasztják. De Waikatóban most egy teljesen más feladatot kapnak. Több mint fél tucat autó van már hosszú évek óta a folyóban. Mindegyik elég rozsdás már. Nagyon sokan kempingeznek erre. Ráadásul ez egy alkalmas hely arra, hogy a folyóba gurítsák az autókat. Mivel emberélet nincs veszélyben, ez egy kiváló gyakorlási lehetőség, ami a természetnek is segít. Nézzük meg, hogy hozzá tudjuk-e rögzíteni a hevedereket. Ehhez lesz az első. De a járművek eltávolítása nem ennyire egyszerű. Az erős sodrásban kell a 6 tonnás roncsokat a felszínre hozni.
Mivel a folyó erősodrású, ezért minden mozzanatot alaposan meg kell tervezniük a vezetőknek. A legkisebb hiba is életveszélyes lehet. Egyszerre megyünk le, és egyszerre megyünk fel. Mindig együtt maradunk. Ha valaki elveszik, akkor nem folytatjuk tovább. Megvárjuk. Ez egy erős sodrású folyó. Ezt fogjuk először felszínre hozni. Stu készíti elő a köteleket és a karabinert. Ha megvan minden, akkor mi is előkészülünk a merülésre. A hevedereket és a légzsákokat rozsdás és éles felületek között navigálva kell a helyükre rögzíteniük. Összesen 4 légzsákot kell feltennünk. Ha feléig eljutunk, akkor már jók vagyunk. Tökéletes tervnek tűnik, de a légzsákok rögzítése ekkora sodrásban nem olyan egyszerű. Folyton kiakad. Mi a terv? Visszacsatoljuk. Van némi problémánk, szólok Geoffnak, hogy hívjon fel. A légzsákok rögzítve vannak, de ezek az autók egy évtizedet töltöttek a folyóban, és teljesen belemerültek a sárba. Hirtelen kirántotta az egészet. Szerencse, hogy nem tépte le a karodat. A búvárok az erős sodrást képesek azonban a hasznukra fordítani, és a felszínre hozni a kocsit. Most pedig hozzáerősítünk egy kötelet onnan, ahol a kamerás úriember van. Szeretnénk a roncsot kihúzni a folyóból, de mivel erős a sodrás, könnyen elviheti oldalra. Miután az autó a parton van, jöhetnek a tűzoltók, akik tovább bontatják. Jól van, haver. Mehet, mehet. Kapcsold le, Sue, kapcsold le. A roncs azonban még mindig a part rossz oldalán van. A légzsákokkal azonban most sokkal könnyebben el lehet juttatni a célba. Megpróbáljuk még kijjebb húzni. Rajta van. Geoff, a búvárok és a tűzoltók is megcsodálták, milyen szépséget rejtett a folyó. A mai nap során 2 autót tudtunk kiemelni a folyóból. Egyik sem volt igazán kicsi. De ezzel a munkának még nincs vége. Holnap talán ki tudjuk szedni a többit is. A folyóból összesen 5 autót és egy teherautót emeltek ki. Az egyik autó lopott volt. Erről értesítették a taupói rendőrséget. Callan Hose és Jonathan Brady rendőrök Roturában teljesítenek szolgálatot, ahol furcsa zajukra lesznek figyelmesek egy uszodában. Mit csináltok itt? Körözgetünk. Ki a doboz? Nem az enyém. Igazolványokat szeretnék kérni. De Jonathan arra nem számított, hogy a férfi ennyire nyílt lesz. Hol vannak a ruhái? Öltözzön fel, kérem. Ez egy nyilvános medence. Igen, de egy nyilvános medencében sem lehetnek meztelenek. Felvenni a ruháit? Amíg kellen a meztelen férfival beszélget, Jonathan kikérdezi a társát. Honnan ismeri ezt a fickót? Nem találkoztam vele még soha. Nem láttam, hogy nincs rajta ruha. Oké. Rudy hozzáállása azonban eléggé furcsa az eseményekhez. Felvenni a ruháit? Egy nyilvános helyen van, ahol nem lehet meztelen. Öltözzön fel, vagy letartóztatom. Jól van. Mennyit ivott ma, Rudy? Egész nap és egész este ittam. Igen. Menjen ki a másik oldalon és amíg öltözzön fel. Amíg meztelenül ül a medencében, nem tudunk beszélni magával. De nem csak a meztelenség az egyetlen probléma. Ez nem a maga söre, igaz, Rudy? Nem. Nem? Jó, akkor kiöntem. Mi? Kijönti? Azt mondta, nem a magáé. De, az enyémek. Oké, az enyémek. Itt tilos alkoholt fogyasztani, tudta? Nem tudtam. Mindenképp kijöntem. Haver! Mit tervez? Hazamegy? Igen. Ha hazafelé megy, el tudjuk vinni. Rendben. Rendben? Köszönöm.
Mit csinált itt? Phil-t hazaengedik a rendőrök, de Rudy esetében még foglalkozniuk kell az alkoholtilalom megszegésével is. Ez a maga söre? A túi a magáé? Milyen túi? Az a doboz sör. Mi? Milyen doboz? Az a doboz. Nekem nem volt söröm. Látom, bébi, ahogy rázod a feneked. Mi? Miután Rudy befejezte a táncestet, a figyelmeztetést is megkapja. Figyelmeztetnem kell a mai viselkedése miatt. Szerencsére nem voltak itt sokan, de egy nyilvános medencében nem lehet meztelen. Rendben? Mivel rendesen viselkedett velünk, nem visszük be. Nem tartóztatjuk le, de a figyelmeztetést be kell jegyeznem. Ha tovább folytatja, akkor már nem figyelmeztetést fog kapni. De ezzel az estének még nincs vége. Rudy észrevette, hogy az egyik foga hiányzik. Ez 2000 dollár lesz. A medencében lehet. Itt nincs haver. Majd holnap józanul megkeresi. Sajnos a gyors keresés nem járt sikerrel. Így Rudy egyel kevesebb foggal kénytelen hazamenni. Vigyázzon az úton hazafelé. Viszlát!